meccs úgy indult, hogy kisfiad meglepett egy kezdődobást, dobott, és a mérkőzés pedig úgy indult, hogy a pályafutásod az irányító poszton. Nehéz beszélni, utána pedig láttuk, ami a pályán történt, megható pillanatok. Természetesen Eduard Amorimmal együtt, hiszen nagyon sok időt töltöttek együtt, de te mégis felnőtt csapatként csapatban több mint 22 éve, 1999 óta, és a klubjátékosként több mint 25 éve, több mint egy negyed évszázadja játszottál az Zöldfehér színekben. Milyen érzés van ilyenkor az emberben? Azt mondom, hogy próbáltam felkészülni ezekre a pillanatokra, de nem lehet. Azt mondjam, hogy kezdődött a mérkőzés, Boldizsárék elég jól eltitkolták, hogy kezdődobást fog dobni. Nagyon-nagyon megható volt. Úgy is kezdtem a mérkőzést, hogy már sírva. Nagyon nehezen tudtam visszatérni a pályára. Nagyon-nagyon boldog vagyok. Úgy érzem, hogy teljesen kerek a pályafutásom, ahogy kezdtem itt a Magvasiban, és ahogy befejeztem. Semmilyen hiányérzetem nincsen. Nagyon-nagyon boldog lehetek, hogy itt egy klubban tudtam a pályafutásomat lejátszani. Anitának szeretném minden jót kívánni a kézilabdás életben. Ez egy kicsit más lesz, más szemszögből fogod látni, de mi biztos vagyok benne, hogy a tapasztalatoddal, a tudásoddal maximálisan ezzel fogsz tudni sokáig. Minden jót kívánok. Ma este szerintem meccs nem fontos volt. Csak kérlek, gratulálok a Mosso Maieroval csapat. Nagyon jó munkát. But I think today is it's not about the game, it's not about the bronze or the silver. It's about Gorba and Boldizsár. Majdnem nem a bronz mérkőzés, bronzolajról jelent kérdés az elsősorban, hanem a majdnem Anitáról is, és persze pici Boldizsárról is szó. Everybody knows that Gorba is fantastic player, amazing person. Mindenki tudja, hogy Gorba egy fantasztikus játékos és egy hihetetlen személyiség. De az a fiú... Nagyon jó focsi játékos. Nagyon jó focsi. Annyi jött is neki. És ez az ő idejük lesz mostantól kezdve. She's amazing. I just can't say that after all of this what happened for our last game, I'm just so proud and I'm just like today I was just a little girl who loved Gerbe when she was young and I'm looking at her. I'm so proud of her, what she achieved. I feel so I was very lucky that I could play with her, and yeah, I just wish her the best. I think it was great from the club and from people who stay to, like, you know, like, wish her, say her goodbye this way. I think it was beautiful, and that's, I hope that she enjoyed it. Mi az első dolog, ami neked Görbéről eszedbe jut? Hát nekem igazából a csodálat, hogy mennyire csodálom és szeretem őt. Úgyhogy nekem ez igazából mindent mondhatnék rá, mert mindenki tudja, hogy milyen ő, tényleg egy legenda. De én egy olyan embert ismertem meg benne, aki a pályán kívül is nagyon sokat segített nekem, sok helyzetet megtanult, megtanított nekem, hogy hogy kezeljek, és nem csak a pályán, úgyhogy csodálom őt, és nagyon szeretem. Nagyon boldog vagyok, tényleg most már remélem kicsit több időm lesz a családra is, és Boldizsárral is. Többet tudok együtt lenni, de nagyon cuki volt. Két nappal ezelőtt mondtam ennek, hogy utolsó mérkőzésem lesz a mai, és könyörgött, hogy ne hagyjam abba, mert nagyon-nagyon szeretett eljárni az edzéseimre és Ambrosékkal focizni, de megígértem neki, hogy majd a következő szezonban is jöhet focizni, úgyhogy megnyugodott, de örülök, hogy vége, és hogy így lett vége.